Kán János, a 6. választókerület önkormányzati képviselője vezetett minket körbe a területén, és közösen tekintettük meg, hogy milyen beruházások érintik a körzetét 2014-ben. Idén 100 millió forint van elkülönítve a költségvetésben arra a célra, hogy a József Attila utca megújuljon. Mit tartalmaz ez? Az önkormányzat ígéretet tett a fővárosi vízműveknek, hogy az idei év költségvetésében elkülönít egy összeget, bizony 100 milliót, arra vonatkozóan, hogy előzetesen a fővárosi vízműveknek végre tudja hajtani az úgynevezett beruházást, ami a fővezeték, vízvezetéknek a rekonstrukcióját illeti. Mivel ugye ólombekötések vannak sok helyen itt az ingatlanoknál, és ezek csőtöréseket idéznek, okoznak, mivel már több évtizedes adóssága a városnak, hogy ezeket a fővezetékeket kicserélje. Ezért az idén beterveztük a József Attila utcának a rekonstrukcióját teljes szélességben. Mindkét oldalon kialakításra kerül parkoló, csapadékvízelvezető rendszerrel fog működni a nyíltárok bezárásával és teljes szélességben. Szeptembertől átadásra kerül a Kincskereső óvoda új épületszárnya, ami önálló óvodaként fog működni. Mit tartalmaz ez a beruházás? Ez a beruházás közel 300 millió értékű, az eszközbeszerzéssel együtt természetesen. Azon kívül van egy 33 milliós rész, ami az idén került bele a költségvetésbe, a régi épületnek a felújítása. Az új épületben közel 100 férő helyes, 4 csoportszobás lehetőséget biztosító intézményként funkcionál. A régi részben pedig a jelenlegi 3 csoport helyett 2 csoport kerül kialakításra, kis csoportok természetesen, ami 15-15 fővel fog indulni. Így összesen 130 férőhelyes önálló óvoda intézményként fog működni. Ebben a ciklusban a 6-os választókerület közel 700 millió forintos beruházást hajtott végre, és hajt még ebben az évben. Kimagasló teljesítmény volt már az első évben az, hogy a széles utca teljes egészében, teljes szélességében 4 sávos úttal kialakításra került. Azon kívül zöld beruházás is történt. A régi fűzfát, melyek már előregettek, annak helyébe teljesen új fa sort alakítottunk ki. Az ígéretnek megfelelően 2 utcát tudok megvalósítani, mert gyakorlatilag tervezni, elképzelni, lakossággal egyeztetni, engedélyezési eljárások. Még ma is például a József Attila utcának a vízügyi engedélyezése folyamatban van. A széles utcai beruházás az igen nagy alsó része a Baross utcától lefele, igen nagy jelentőséggel bírt az akkori környezetben, ugyanis, mint a Pilátosak réde, úgy estem bele, voltak problémák már az indításkor, hogy kifelejtett a tervező például az egyik oldalon a csapadékvízelvezető rendszert, majdnem, hogy a zárok maradt volna teljes régi állapotában, és hát ezt újra be kellett tervezni, és egyeztetni kellett a kivitelezővel, tervezővel is, és hát ezt követően kialakult azért a közös álláspontnak megfelelően az állapot, ami jelen ma is látható.
Azon kívül egy zöld beruházást hajtottunk végre az alsó részen, ami még a rendszerváltás előtti időszakból ott maradt olyan beton elemek, olyan törmelékek helye volt, amit már meg kellett szüntetni. És oda is természetesen zöld füvesítés, fásítás kialakítással is, és későbbiekben pedig parkoló kialakítását is kért a lakosság, amelyet örömmel vettünk, és próbáltam lehetőséget biztosítani neki, és ez meg is valósult. A széles utcai csapadék csatorna építés egyébként teljes szélességben nyilvánvalóan a beruházás 75.424.825.000 forintjába került az önkormányzatnak. A zöld sáv rendezése közel 18 millió forintot fordítottunk, ez mind még a széles utca alsó része tulajdonképpen. Ez nem haladja meg a 100 millió forintot, közel 100 millió. A kerékpár út, ami 157.439.431 forintjába került az önkormányzatnak. Itt szerencsések voltunk, mert volt egy Európa Uniós pályázat, amelyet megnyertünk, az 67.717.640 forintot nyertünk, és ezért gyakorlatilag ez a beruházás lényegesen olcsóbbá tette a temetőnek a rendezése, a temető rekonstrukciója, mert el volt hanyagolva éveken keresztül a temető, és ez nem tűrt halasztás már az előző évben is. Annak gazdájaként a BTG Kft-n keresztül ebben az évben közel 40 millió forintot tett az önkormányzat költségvetésében elköltésre, és igyekszem ennek megfelelően a temetővel kapcsolatos beruházást is szorgalmazni és végrehajtani még a ciklus végéig. Sánta Áron, a 4. választókerület önkormányzati képviselője a Buda környéki televíziónak mutatta be, hogy a 2014-es költségvetésben milyen beruházási sorok érintik a körzetét. Hát itt állunk a választókörzetnek a központi helyén, a Kessel iskola előtt. Itt ugye az elmúlt időszakban a buszmegálló megépítése volt egy kvázi látványos fejlesztés. Ugye itt régóta probléma volt, hogy a gyerekek az esőben is az úttesten szélén kellett várják a buszt. A városban tavaly több buszmegálló is megújult, és idén is van erre 16 millió forint a költségvetésben, úgyhogy ezen a megállón túl még számos megálló reméljük ebben a körzetben is meg fog újulni, és ilyen fedett váróként lett vagy kényelmesebb az itt lakók számára. A környéknek egy meghatározó része és egy egész komoly fejlesztéssel készülünk ide, ez pedig ugye a Kessel iskola játszótere, és itt a következő hónapokban egy új játszótér fog megvalósulni, méghozzá egy érdekes megoldással, hiszen ez egy kérdés volt, hogy a Kessel iskolának van egy nagy játszótere, és az ugye hétvégén is, esténként is tulajdonképpen kihasználatlan, hiszen az iskolában járó gyerekek nem használják. Próbáltunk egy olyan megoldást találni, amikor a nyilvános játszótér és az iskola zárt játszóterének a működését lehet kombinálni, és kialakult az a megoldás, miszerint délelőttönként a játszótérnek csak egy része lesz nyitva a környéken élők számára, méghozzá a kisebb gyerekek számára a tervezett játékokkal, hiszen ők még nem járnak iskolába. Délután pedig a iskola idő után az egész játszótér a környéken élők rendelkezésére fog állni, illetve hétvégén is. Akkor viszont ugye az összes játszóeszköz elérhető lesz mindenki számára, és a faház épületének pedig egy új felújítása, átépítése után ugye a faház is része lesz a játszótérnek, tehát területileg is nagyot fog bővülni ez a terület, és egy nyilvános mosdóval, pelenkázóval, illetve a játszótér kifele első részén, a közterület felé első részén pedig egy fagyizó, cukrászda, ezt még nem tudjuk pontosan, hogy milyen érdeklődés lesz erre a kis üzlethelyiségre, hogy valami olyan szolgáltatást nyújtsunk az itt élőknek, amiből itt ezen a környéken hiány van. Tehát ha csak egy fagyizót tudunk nyáron ide telepíteni, akkor azt gondolom, hogy már népszerű lesz ez a hely a családok számára. És ugye ami még itt érdekes, az a folyamatában ugye a kis híd, ami ugye már régi probléma, hiszen összvisz egy tonna teherbírású, tehát nem is nagyon lehetne rajta szabályosan közlekedni.
itt ez is meg fog szűnni, be fogjuk fedni ennek az ároknak azt a részét, ami ott van, és nem híd, hanem egy hagyományos csomópont vagy kereszteződés lesz, tehát itt is meg fog könnyülni a közlekedés. Reméljük, hogy a nyár folyamán, tehát az engedélyek mindegyikre készen állnak, úgyhogy már csak a munka megkezdése vár ránk. A Szellő utcai pihenőpark van itt mögöttünk. Ez egy teljesen átadhatatlan susnyás terület volt, amit leginkább csak a kutyák számára lehetett használni ilyen futtatás meg hasonlók céljára. Úgy volt a nagy dilemmánk volt, hogy ide egy komplet játszóteret készítsünk, vagy egy olyan pihenőparkot, ami egy kis kikapcsolódást jelent az itt élők számára. Hát a pihenőpark mellett döntöttünk, hiszen a Kessár iskolánál egy komoly játszótér beruházás van, ami innen körülbelül 30-40 méterre van, tehát nem lett volna értelme egymás mellé két játszóteret készíteni. Itt a háttérben még nincsen teljesen kézzel látható az a park, ami reméljük, hogy nyárra teljesen készen lesz és át lehet adni a itt élők számára. Lesz körülötte még egy kerítés, hogy a gyerekeket nyugodtan el lehessen engedni a parkon belül. Járdával lesz körbevéve, ugye itt kisebb hibákat még javítani kell, illetve lakossági észrevételek alapján a padok elhelyezésén fogunk még változtatni. De hát bízom benne, hogy nagy megelégedésére fog szolgálni mindenkinek ez a fejlesztés is. Az útépítések is egy fontos részei a környéknek, hiszen ez az a rész, ahol a korábban a 90-es évek elején általában a lakók önszorgalomból vagy muszájból az önkormányzat utakat épített, de hát ezek akkor olyan minőségek voltak, amik már nagyon megromlottak, tehát erre a környékre is ráfér most már az, hogy az út hálózatát azt felújítsuk. Ennek az első nagyobb szabású munkája az Aradi utca, ahol most állunk. Kerítéstől kerítésig egy komplett útépítés fog történni. Közműcserével, víz, gáz, csatorna, művek cseréjével, illetve ennek a hát nem túl korszerű és szép látványgyújtó felszíni vízelvezető ároknak a befedésével. Tehát föld alatti vízelvezető rendszer is ki fog alakulni, illetve hát itt nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy próbáljuk úgy megoldani a parkolást, hogy ez a lakók számára a lehető legkényelmesebb legyen, és ugyanakkor az úttest is szabadon maradjon, hiszen ezen az út szakaszon autóbusz is közlekedik, a városi busz, és ez sokszor okoz fennakadásokat. Így egy parkolósáv kerül kialakításra a vízelvezető ároknak a helyén, illetve annak a fölött. Így bízunk benne, hogy sikerül szabadon tartani a két sávot, ami egy könnyebb, egyszerű közlekedést tesz majd ezen az utcán lehetővé. A közlekedését meg fogja bojtani, hiszen ez egy fontos gyűjtőútja ennek a résznek. Hát a beruházás nem lesz rövid, lesz benne jó 2-3 hét, amikor egyáltalán nem lehet az utcába semmilyen módon behajtani. Így ezt kezelnünk kell, hogy ez fennakadások nélkül megtörténjen. Reméljük, hogy nyár elejére el is készül ez az utca. Ezen kívül még, ami itt a környéken útépítésként folyamatban lévő előkészítő munka, az egyáll alattunk a Fodros utca, ami szintén nagyon rossz állapotban lévő úttest. Erre is már majdnem minden engedélyt megkaptunk, úgyhogy hamarosan ezzel kapcsolatban is lehetnek majd konkrét beruházási, építési elképzeléseink, illetve a körzet másik végén, ugye Budapest felé, a Kertész utca és a Pántlika utca az, aminek a tervei készen vannak. Ott inkább még jogi problémák vannak, hiszen amíg a lakók a területeikből nem adják le a megfelelő részeket, hiszen elsősorban csak jogilag, hiszen a kerítések már jó helyen vannak, addig nem tudunk végleges építési engedélyt szerezni. Bízom benne, hogy erre is hamarosan sor kerül. Ez a négy nagyobb utca, aminek a felújítása előkészület, de van is emellett kisebb felújításként a Temesvári utca útburkolat cseréje, a Budafoki utcának a felújítása is az, ami a tervek között szerepel. Mindegyikre ráfér már az útfelújítás. De a Tavasz utcában az volt a nagy probléma az elmúlt évben, vagy fél évben, hogy ide is sorban épülnek az új lakások, házak, sőt irodahelyiség is létesült, és itt a parkolás szintén nagy problémát okozott, mert nem voltak kialakított parkolóhelyek, és mindenki az úttesten volt kénytelen megállni, illetve hát a lakók a saját maguk megoldásait valósították meg itt a járda és az úttest közötti füves részeken.
és a parkolóépítési programunkat azért indítottuk el tavaly. Erre 30 millió forint volt tavaly is a költségvetésben, és idén is ugyanennyi van. Hogy az ilyen utcákban ismét lehet sikerüljön azt elérni, hogy a maga az úttest az szabadon maradjon, és ugye a közlekedésnek. Ráadásul ezen a Tavasz utcán bicikli út is van, ugye ez a BICE Európai Uniós pályázaton készült bicikli út hálózatnak ez is egy szakasza. Ezért külön fontos, hogy biztonságos legyen a közlekedés. És itt is az történt, hogy megszámoltuk az úttesten álló autókat, egyeztettünk az itt élőkkel, és végig ezeket a betongyeprácsos parkolókat helyeztük el a füves szakaszokon. Így ha az ember végignéz magán az utcán, akkor igazából észre se veszi a parkolóhelyeket, hiszen a fű átnőtt már rajtuk a legtöbb helyen, és ugyanakkor viszont kényelmesen tudnak az itt élők meg az ideérkezők parkolni, úgyhogy az úttestet nem foglalják el. Ezt egy nagyon fontos programnak tartom, és jövőre is kell még folytatnunk az én környezetemben is, de szerintem a város több pontján is olyan helyeken, ahol ilyen parkolási közlekedési problémák vannak, és ahol hely van egyébként parkolóhelyeket létesíteni. És ez egyben zöld felület rendezést és fejlesztést is jelent, hiszen egy kulturált környezet alakul ki az utcákban. Cucor Gergellyel, a harmadik választókerület önkormányzati képviselőjével a Farkasréti úton találkoztunk, és örömmel számolt be nekünk a körzetét érintő fejlesztésekről, beruházásokról. Ennek a kis csarnoknak, a tornateremnek, ami mögöttem van, szükséges akár a felújítása, akár pedig egy újnak az építése. És amikor a város befogadta a Szent Benedek iskolát, tehát a Pannonhalma fenntartásában, a Bencés ennek a fenntartásában működő középiskolát, akkor mi már elkezdtünk azon gondolkodni, hogy hogy fogjuk tudni majd teljesíteni ebbe a kis tornaterembe a mindennapos testnevelésnek a kötelező előírt feladatát. És nagyon-nagyon jól jött az a tapasztalat, amit Pannonhalma a saját csarnokának az építése során és annak az előkészítéseként a TAO-s pályázaton fel tudott mutatni, illetve ki tudott alakítani. Az ott nyertes pályázatot szeretnénk átültetni ide Budaörsre, ami azt jelenti, hogy Hardi Titus főigazgató atya égisze alatt menne majd ez a projekt, a Pannonhalmához kötődő alapítvány lesz a pályázója, és ennek kapcsán a TAO-s pénzeket, hogyha sikerül, és a minisztériumok elfogadják, befogadják ennek az ötletét, akkor 70%-ban a társasági adóból letudott, vagy lehívott összegnek a keretében lesz lehetőségünk az építkezést elindítani. Tehát a teljes bekerülési költsége ennek a csarnoknak előreállhatólag eléri a 650 millió forintot, ennek a 30%-át kérte Titus atya, hogy a városi költségvetés tervezze be az elkövetkező 3 évre széthúzva. Az idei 2014. évi költségvetésben pedig az előkészületekre, ami a teljes projektnek a 6%-a, erre állított be céltartalékba a város mostani költségvetésnek elfogadásánál 42,7 millió forintot, ami arra elegendő, hogy elkezdődjenek a konkrét tervezések, azok a munkálatok, amelyek a pályázatnak a benyújtásához szükségeltetnek, tehát itt egy projektíróval való szerződést feltételez, és minden olyan számításoknak a lebonyolítása, ami győztes pályázatot eredményezhet 2014. év végén. Maga a csarnok, az nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy mint egyébként a Lesze Tamás utcai iskola is, ez a városnak a tulajdonát képzi és fogja képezni. Ugye a Bencés rend által fönntartott Szent Benedek iskola az bérleményként van itt. Most ennek a TAO-s pályázatnak a lebonyolításában is, mint egy kezdeményező fél vesz részt, de a létrejövő produktum, a létrejövő új csarnok, az a városnak a tulajdonát fogja majd képezni. Ennek megfelelően azok a telkek, amelyeken most például itt állunk, ez szintén önkormányzati ingatlan jelent, tehát a megvalósuló projektnek olyan területeknek az összevonását feltételezi, amely itt az iskola környékén található, és a szomszédos épületet is érinti. Mindegyik ingatlan, amelynek a bevonása feltételül szabott, az jelenleg üresen áll, vagy éppen nem lakott. És ezeknek az összevonását szeretnénk elérni az új helyépítési szabályzatnak a módosításában is. A terület egyébként ki van jelölve ilyen sportlétesítménynek a fejlesztésére. Többször egyeztettek a tervezőink a főépítészirodával, és örömmel jelentettem, hogy ott is örömmel fogadták és befogadták ezt az ötletet. A léptékekről még van némi vita, mérnökök egymás közt beszélnek arról, hogy mekkorára szabad építeni ezt az épületet. Az alapterületét tekintve ez egy
több mint 1300 négyzetméteres létesítmény, amelyből a FIBA szabványoknak megfelelő kosárlabda csarnok alakítható ki. A küzdőtér, tehát ahol maga a játék zajlik, az úgynevezett játéktér, az egy 700 négyzetmétert meghaladó alapterület, és ehhez jönnek még olyan kiszolgáló létesítmények, mint például a 100 négyzetmétert elérő lelátó, ahol mintegy 150 ember tud majd helyet foglalni, hogyha győztes pályázaton ez a csarnok megépül. Az óvoda igények, ami a szülők részéről megfogalmazásra kerül, az szinte kielégíthetetlen, tehát mindig lenne hely arra, vagy lenne igény arra, hogy új helyet generáljon a város. Ennek kapcsán körbenéztük a jelenlegi rendelkezésre álló óvodáinkat, és hát bizony van elmaradásunk. Az elmaradást azt úgy tudjuk kijavítani, hogyha újakat építünk, illetve a meglevőkkel olyan plusz csoportszobákat hozunk létre, ami a régieknek adott esetben a felújítását és párhuzamos elbontását, vagy elbontását teszik lehetővé. És ennek kapcsán merült föl az, hogy a mögöttem található Farkasréti úti óvodának a felújítása vagy újjáépítése kapcsán szükség lesz majd új épületnek a kialakítására. Ezt úgy lehetett lebonyolítani, hogy ehhez EU-s források is bevonásra kerülhessenek, hogy a Csicsergő tagóvodának az új épületét építjük meg gyakorlatilag, és majd később annak a bővítményeként lehetővé válik a Farkasréti úti óvodában található jelenlegi gyerekeknek az elhelyezése. Ez egy átmeneti állapot. Nem kívántunk egy hatalmas, robosztus épületet emelni. Amit fontos még ennek kapcsán megemlíteni, a teljes bekerülési költség az körülbelül 260 millió forintot elérő összeg lesz majd. Ebből 200 millió forintot a Városfejlesztő Kft. Pályázott le, és ez azóta is példaértékű pályázati győzelem volt, és kívánjuk, hogy hasonlóakban legyenek még része a városnak. Három csoportszobát építenek, amit majd szeretnénk későbbiekben még további kettővel kiegészíteni. Ugye erre mikor nyílik lehetőség, ez reméljük, hogy a közeljövőben megtörténik. Az átadás, illetve az ütemezés az úgy néz ki, hogy 2014. augusztus végére elméletileg el kellene, hogy készüljön az épület. Én bízom benne, hogy ez sikerrel veszi majd a kivitelező, és a finanszírozásnak az elszámolása az pedig 2014. októberéig kell, hogy megtörténjen. Ha ezek a határidők teljesülnek, akkor reményeink szerint az ovisok már birtokba tudják venni 2014. év szeptemberében, ami azt jelenti, hogy három új csoportszobával bővül a város, és reményeink szerint ki tudjuk cserélni azokat a jelenleg elavultnak számító épületeket, amelyekben már azt mondom, hogy nem a Budaörshöz méltó körülmények fogadják a gyerekeket. Ez többször feltúr, többször átalakított utca, ahol ráadásul van olyan közlekedési szituáció mindjárt a közepén, ahol a Bányász utca találkozik kereszteződésben a Tökél utcával, ami egy elég veszélyes forgalmi szituációt eredményez. Itt jobbkész szabályt kell adnia a közlekedőknek, és hát bizony nem mindig adják ezt meg. Persze az összefüggésben van a közlekedési morállal is, de szeretném, hogyha a Tököli utca ebbe a sorba bekerülne. Illetve közelünkben található a Láng utca, nem messze innét, amelynek a felújítása szerintem indokolt, és ennek kapcsán több megkeresés érkezett már az utcából. Tudom, hogy tavaly évben is a polgármester nevesített egy levelet, ahol aláírás gyűjtöttek a Láng utca felújításával kapcsolatban. És ha jók az értesüléseim, mert voltam legutóbb a Zolnai Márton úrral egy bejáráson, a hivatal is támogatja, hogy ezt az utcát, a felújított utcáknak a sorába ebbe az évbe behelyezze majd a képviselőtestület. Úgyhogy ezek azok a fejlesztések, beruházási oldalon, amit a körzetben az útépítés kapcsán szeretnék a 2014. évben látni majd ebben a körzetben. A 2014. évi költségvetésbe be lett tervezve a Kőhegyi nyomásfokozó gépháznak az átépítése, és ezzel szépen lassan megindulhat a Frankhegy fejlesztése, és szépen lassan lesz ott ivóvíz is. Igen, az idei év az azt mondhatom, hogy sikeres. A Frankhegyi részönkormányzatnak a munkáját, mint egy díjazandó a képviselőtestület 2014. évi költségvetésében, ha mindent egybe veszünk, akkor meghaladja 130 millió forintot az ez évre tervezett kiadási oldal. Ennek jó részét a mögöttünk található kőhegyi medencékhez építendő nyomásfokozó gépház jeleníti meg. Ez ennek a teljes bekerülési költsége 70 millió forintot ölelő összeg.
Ahhoz, hogy a nyomásfokozó gépház kiépítése kerüljön, ahhoz feltételeket szabott a vízmű. Ennek kapcsán nagyon fontos lenne, hogy legyen hova levezetni az itt felszívásra, illetve kipumpálásra kerülő vizet. És ennek kapcsán a részönkormányzatnak a legfőbb vágya az, hogy mozaikszerűen végre elinduljon a Frankhegynek a közművesítése, és a közművesítés mentén lehetővé váljanak az építési engedély megszerzése, később pedig a használatbevételi engedéllyel a beköltözés. A Fátyol utca mentén tervezett úgynevezett 1/B ütemnek a apostolaivá lettünk itt az elmúlt években, ami azt jelenti, hogy a Frankhegynek a nyugati oldalát szeretnénk a rendelkezés álló közterületeknek a biztosításával közművesíteni, és hogy ez a közművesítés a Fátyol utcában végre elindulhat, akkor környező utcák is, mint a Gyömbér vagy a Hurok utca, az szintén megkapja azokat a szükséges közműveket, amelynek a kialakításával értelmet nyer az, hogy a nyomásokozó gépház itt felépítésre kerül a Kőhegyen. A Kőhegy egyébként stratégiailag is fontos helye a városnak, tehát a Budaörs egészének fontos lehet. Jelenleg egyetlen vezetéken kapja Budapest felől a Széchenyi gépház érintésével az ivóvizet Budaörs, és azzal, hogyha a kőhegyi medencéket újra rendbe teszi és helyreállítja a vízművek, és kialakításra kerül a nyomásokozó gépház, akkor lehetővé válik a városnak egyfajta ilyen vésztartalékszerű vízkészletnek a kialakítása. Úgyhogy ez szerintem a város hosszú távú jövője szempontjából is fontos, hogy a kőhegyi medencék azok rendbe tételre kerüljenek, és használat alá vonódjanak újra. A Frankhegyen vannak még egyéb olyan fejlesztési területek, amelyeknek az idei évi költségvetésben szereplő tételét találjuk. Ilyen például olyan felszíni árkoknak a rendbetétele, amely akár vízgyűjtő, akár pedig jelenleg a hegyen patakokként megjelenő felszíni vizeknek az elvezetését szolgálja. Itt két jelentős ároknak az átépítése és illetve kialakításra van betervezve az idei évi költségvetésbe. Ezeknek a helyenkénti tétel az egyik az 30, a másik pedig 50 milliós tételtől lel föl. Tehát ezek jelentős előrelépés, és olyan előremutató, itt a Tűzkőhegyhez közeli árkokról beszélünk, amelyek hosszú távon lehetővé teszik majd később ezeknek a területeknek is a benépesítését, és biztonságot, illetve védelmet szolgálnak az ott lakóknak. Nem utolsó sorban az óvárosnak a védelmét is. Ez az árok egyébként végighúzódik több helyen is a városon, és a végső kivezető pontja az a Hosszúréti patak Kamarerdőn. Ugye a fő cél az, hogy az autópályán, mint egy allagútként átjussunk, tehát az autópálya alatt átjussanak ezek a felszíni vizek, mert veszélyeztetik több esetben az óvárosnak az épületeit. Ezeket szépen, szisztematikusan minden évben a város egy bizonyos szakaszt megcsinált, felújított, kiépített, és most egy újabb ütem kerül sor 2014. évben. Remélhetőleg ez a két árok ez el fogja látni azt a feladatot, amit rá kivetettek a mérnökök. Milyen beruházások várhatóak itt a Kisfaludi utcában? Hát útfelújítás, csapadékvíz csatorna bővítés, ennek a terve elkészült, és a lakossági fórum, amit én összehívtam, megtörtént, lakók elmondhatták véleményüket a tervvel kapcsolatban, marad a kivitelezés, ami ebbe az évben valamikor el fog kezdődni. A pénz része, a fedezet, az biztosítva van. És itt a Kisfaludi utca, a Kossuth-Lajos Kisfaludi utca után egy picivel ott még nyitottak az árkok, ezek majd befedésre kerülnek, ugye? Igen, hát az is, az árok befedés azon a részen, a jobb oldali részen, a fölfele megyünk, és ezzel parkolási lehetőségek lényegesen növekedhetnek. És a lakossági fórumon is megemlítésre került, hogy több lakó panaszkodott arra, hogy egyrészt elég nagy itt a forgalom a Kisfaludi utcában, meg meglehetősen gyorsan mennek az autósok. Igen, hát ez általános budaörsi probléma, hogy a gépkocsiknak a sebességével gond van. Hát itt is, ez egy nagy forgalmú út, és forgalom lassító sávokat fognak elhelyezni a lakók kérésére, és ez ott külön a felső részen
talán a Mária völgy utca folytatása és a Kisvalod utca találkozásánál kritikus. A Kálvária utca végében van a Kálvária, a Domba Kálvária, és hát ehhez a helyhöz illő, méltó utat szeretnénk itt kialakítani. Ugyancsak megtörtént a lakossági fórum ennek az útnak a feljutása kapcsán. A lakók elmondták a véleményüket, kérései, javaslatukat megtették. Itt általában az volt, hogy ahogy látni, a lakók egy kis zöld területet alakítottak a közterületen ki, és azt kérték, hogy ezek a kis zöld szigetecskék, amik itt vannak, ezeket a úti építés felújítás során lehetőleg kímélje meg a önkormányzat, maradjon így, ahogy van, vagy egy minimális átalakítás történjen ezekben a kis szigetekben. Parkoló hely kialakítása, ha úgy emlékszem, az volt egy kicsit olyan, amin vita volt tervező és lakók között, hogy mindenki ragaszkodott a saját területének a területéhöz, hogy az ottani parkoló az ő rendelkezésére álljon. Ten jellemző ezen a területen az, hogy mivel kevés a parkolóhely, hogy egyik ember elfoglalja a másik ember, tehát egyik lakó elfoglalja a másik lakó parkolóhelyét hébe, hóba. Itt ez ellen kértek megoldást a lakók. ...2014-ben a mostani költségvetés annyi pénzt tartalmaz a buszvégállomásra, hogy a tervek el fognak készülni. Ezek rövidesen bemutatásra is kerülnek a bizottság előtt, aztán majd rövidesen a lakossági fórumra is sor kerül. Annyit kell róla tudni, hogy ez a busz végállomás nem így fog elhelyezkedni, hanem egy kicsit ferdén, és hát amit én eddig láttam tervet, az elég jó. De ebbe az évben ez nem fog elkészülni, mert nem fér bele a költségvetésben ennek az ára. Mi lesz a fejlesztés célja? Hát a fejlesztés célja elsődlegesen az, hogy egy kulturált buszvégállomás jöjjön létre, mert mindig szoktam mondani, hogy ez azért Budaörs, ez nem méltó az a buszvégállomás. Valamint azért is nem akarunk tovább lépni, mert egyelőre még nem tudjuk, hogy a BKK az, hogy fogja járatni az autóbuszokat, illetve ilyen is hallottunk, hogy esetleg távolsági buszoknak is ez lesz a végállomása. Tehát mindenképpen megvárnánk azt, ameddig ez eldől. Azt a ígéretet kaptuk, hogy kb. Fél év környékére ez megtörténik. Ezen a területen a tavalyi elkezdett fejlesztésnek a folytatása. Tehát ugyanúgy, ahogy a Szivárvány 5 körüli burkolatcsere járdák elkészültek, most ebben az évben a 3 és az 1 körüli járdák fognak elkészülni. Ígéret szerint a nyár közepére kész lesz. Tehát ugyanúgy felújulnak a parkolók, a házak melletti járdák, és maga az útfelület föl lesz marva, és egy új aszfaltot kap. Következő ilyen nagyobb tétel a járda felújítás. Itt a lakótelepen már tavaly ezt is elkezdtük, tehát ezeket a régi, mögöttem látható 30x30-as össze-vissza álló köveket kicseréljük rendes viakolorra. Itt ez a hosszú járda kerül most kicserélésre többek között, valamint a Patkó utcai parkban is van 2 járdaszakasz, az is kicserélésre kerül. Tehát ez is egy elég húzós tétel. És a mindennapos testnevelés biztosítás érdekében egy tornaterem is épül a Blejer Jakab német nemzetiségű általános iskola udvarára. Lesz itt elég hely? A tornaterem az épülni fog. Ebben én is szkeptikus vagyok, hogy elég hely lesz a gyerekeknek. De tudni kell, hogy a terem az úgy fog megépülni, hogy nyáron az oldalait ki lehet nyitni, tehát egy könnyű szerkezetes épület. Nagyjából az elhelyezkedés az a mögöttünk látható futópálya, illetve hát a kézilabdapálya egy részét fogja lefedni, ezért a kézilabdapálya picit beljebb megy. Hát, bevallom őszintén, én örültem is, meg nem is a mindennapos testnevelésnek,
de az, hogy a levegőző udvar ennyivel leszűkül, annak nem. A következő tétel mögöttem lévő háznak a bejárata, illetve akadálymentesített bejárata, hát így néz ki, azt gondolom a felvétel látszik. Most úgy tűnik, hogy erre is sikerült pénzt szerezni, tehát ezek az a mozgássérültek számára is járható lesz, hiszen ha megnézzük a lejtésszöget, hát ezen ember nem tud felmenni, arról nem beszél, hogy milyen minőséget. Nyugati övárok is befelésre kerül, ami ön mellett látható. Milyenek a célja? Hát igen, végre sikerült elérni, hogy ezt az árkot befedjük. A célja gyakorlatilag az, hogy mint látszik, hogy rendszeresen tele van szeméttel, és egyébként nyáron meg egy szúnyog keltető, úgyhogy mindenképpen jó, hogy most ebben az évben ez befedésre kerül. Ez a költségvetésben 120 millió forinttal szerepel. A tervek készülnek, engedélyek megvannak, tehát ez szinte biztos, hogy ebben az évben elkészül.